természeti szépségek, pezsgő karneválok, mozgalmas tengerparti fürdőhelyek. A lepusztult Havanna és az amerikai börtön Guantanamo. Castro és az elmaradhatatlan szivar, mosoly és ami mögötte van. A kulturális központban Szabó Miklós hivatásos világjáró ételkóstolóval egybekötött előadás sorozata hosszú szünet után folytatódott. Az úti cél ezúttal Kuba volt. Novemberben a tervek szerint Indiába mehetünk majd. Kuba a Karib-térségi szigetország, divatos szóhasználattal élve sokunk bakancs listáján szerepel. Szabó Miklós 7 alkalommal járt ott, ismereteit, élményeit ezúttal is vetítéssel kísért, bő egy órás ismeretterjesztő előadásban osztotta meg hallgatóságával. Mielőtt a képzeletbeli utazás megkezdődött, az érdeklődők belekóstolhattak a kubai szabadságba, azaz kortyoltak egy pohárka Kuba Librét. Kuba története európaiak számára Kolumbusszal kezdődött, és az indiánok megtizedelése után a spanyol fennhatóság alatt betelepített afrikaiakkal folytatódott. Spanyol és amerikai érdekek ütközése, látszólagos függetlenség, hazai diktátorok uralma, s már is a 20. században vagyunk. Kolumbusz után Battista nagy váltás? Kérdeztem. Inkább azt mondanám, hogy a spanyol hódoltsághoz képest Battista nagy váltás. Persze, hogy nagy váltás. Érdekes váltás. A történelem mindig ismétli magát, tehát alap dolgokban nagyjából nem változott semmi, azért módszerekben változott. Tehát ugye volt a rabszolgatartó társadalom, volt Batisztának a kemény diktatúrája. Tehát ha így nézzük a dolgokat, akkor módszerváltozás volt, és idő előrehaladás. A 20.-21. században vagyunk. Itt ismételtem diktatúrában él Kuba, de egy olyan sajátos diktatúrában, ami úgy tűnik, hogy számukra elfogadható és élhető. Jó volt a megfogalmazás, úgy tűnik, meg én azt hiszem, hogy inkább beletörődés. Beletörődés ez, mert azért az a szintű szegénység, a jegyrendszer, az annyira nem elfogadható a normális embernek. Ők voltak rosszabb helyzetben is, ahhoz képest valamivel jobb. A másik ott van az a klíma, lefárasztja az ember, tehát kevesebb ereje van harcolni, tiltakozni, elélnek, illetve én azt mondanám, hogy vegetálnak. De aki tud, az azért már Floridában van, vagy itt-ottan ott a világban. A kubaiak életvitele alapvetően különbözik az európai emberétől. Mégis miért vonzó számára? Európai ember számára természetesen egy a természeti környezet, kettő a színek, a klíma, a hangulata. Tehát ezek a nagyon szegény embereknek a látszólagos boldogsága. Minket, akik jó stresszes világban élünk, hogy felszabadít, és amíg azt is mondhatnánk, hogy lám-lám, hát mennyi bajuk van, és mégse nyávognak, ilyenkor az ember már mindig jobban érzi magát. A híres tengerparti fürdőhelyekről, látványos karneválokról, szivarról és cukornádról épp úgy hallhattunk, mint a napjainkban is működő amerikai haditengerészeti központról, Guantanamo-ról. Az ország légköre alapvetően más, mint ami minket körbevesz, s pont ez a legelragadóbb, Szabó Miklós szerint is. A látszólagos béke, tehát maga a természet, a táj, tehát jó, kellenek az az emberek is, de az atmoszférája az egésznek, tehát a égkéke, a tengerkéke, a fák harsogó zöldje is, és a színek. A színek, tehát az Afrikából innen-onnan összehordott, európai mediterrán országokból összehordott színek. Mennyien járnak különben Magyarországról oda? Így évente lehet tudni? Hát én számot pontosat nem tudok mondani, de sokan. Sokan leginkább nyaralni Varadéróba. Varadíróba, mert tele van all-inclusive szállodákkal, csomagárba, annyit eszem, annyit iszom, mennyit akarok, a tenger adott,
a klíma adott, tehát ki se kell tenni a lábát, és jól el van. Tehát sok-sok magyar jár. A kubai társadalom gazdaság átalakulóban van. Fidel Castro-ról jóval kevesebbet hallani. A legendás politikus jövőre lesz 90 éves. Sokak szerint addig kell menni, míg ő él. Ezzel Szabó Miklós is egyetért. Ez valószínűleg így van, mert utána bejön a nagy 21. századi gazdaságunk is, többszörösre emelkednek majd az árak. Tehát ezt az árszínvonalat, amiért mi ezt most meg tudjuk kapni, más nem fogja tartani, csak a Castro-féle, minek nevezzem, rezsim, állapforma, akármi. Akkor töltsük a telet Kubában, most érdemes menni, amúgy is száraz évszak jön. Igen, most itt meg nagyon hideg telet ígérnek, úgyhogy jobb lenne ott. A képzeletbeli utazás végén a napfényes elszigetelt földdarabtól sokan legszívesebben kubai lányok társaságában vagy szalszázással búcsúztak volna. De az ottani édes élet jelképei helyett be kellett érniük egy kis gyümölcskóstolóval. És persze azzal a reménységgel, hogy az utazás, azaz a világkóstoló novemberben folytatódik.